Szervusztok, GSTV nézők! Egy középkategóriás videokártyával fogunk foglalkozni. Név szerint a Gamewad GeForce GTX 550 Titaniummal. Ugye ez a kártya, illetve a GPU még év közepén jött ki, valamikor nyár elején egészen pontosan, és a GTX 450-nek egy némileg feltupírozott változatáról van szó. Mondjuk olyan túl sok különbség nincs a két kártya között, ugyanúgy 192 darab SUDA mag van benne. A GPU működési frekvenciában van egy minimális különbség, ugyanis ez 900 MHz-en operál. A hűtés, hát ugye a Gamewartól megszokottuk, hogy ők mindig egy egyedi hűtést terveznek. Itt is sikerült ezt elérniük. Gyakorlatilag nincs túl sok különbség az egyéb Gamewart hűtő megoldásokhoz képest. Ugyanúgy egy nagy darab hűtőborda van rajta, és középen egy 100 mm-es ventilátor. Tehát ugyanazt a megoldást végezték el, amit eddig is. Gyári tuning sajnos nincs, tehát az alapfrekvencián üzemel a GPU is, illetve a RAM is, illetve a shader ura is, teljesen ugye ez, mint a referencia megoldáson, illetve hát a csatlakozó kiosztások is. Van rajta egy HDMI, egy D-Sub, illetve egy DVI kimenet is. A teljesítményét tekintve, hát mivel ez a középkategória aljára helyezhetve, ezért nem igazán összemérhető a félmeddig névrokon 560 Titaniummal. Ugye ez a két darab kártya van Titanium elnevezéssel piacon. Ez azért annál jóval gyengébb, ugye abban kétszer annyi shader feldolgozó egység van, mint ebben. Úgyhogy azért van némi különbség. Ez egy, mondjuk úgy, hogy ez egy ilyen büdzsé megoldás, tehát nagyon jó áron lehet hozzájutni egy relatíve erős középkategóriás kártyához. Olyan 35.000 forint környékén meg lehet venni már ezt a Gamewad megoldás, úgyhogy egyáltalán nem drága. Ajánljuk mindenkinek, aki ilyen 30 és 40 ezer forint között szeretne videókártyát vásárolni.